során. Éppen most dőlt össze ez a kis reklámfeliratunk, de mindjárt megigazítjuk, majd a Kleintrix reklámozza, szponzorálja ezt a mai műsort. És engedjék meg, hogy mindenek előtt kedves egészségükre. Ugye megbocsátják, hogy ne bocsátanák meg. Kérem szépen, itt kint 35-40-45 fokos hőség van. A stúdióban sem volt kellemes, de úgy döntöttünk, hogy innen a szabadtérről sugározzuk ezt az utolsó záróadást. Vendégeket várunk ide, beszámolunk a legfrissebb eseményekről, hírekről, és természetesen tudósítást láthatnak a jugoszláviai eseményekről is. Most pedig arról, miről ír a mai Új-Dunántúli napló. De mielőtt azt elmondanám, hogy miről ír az Új-Dunántúli napló, előbb rejtvényt adok fel a kedves nézőknek, akik remélem jobban érzik magukat a hűvös szobában, mint mi itt ebben a kánikulában. A mai rejtvény kérdéseket ugyanis a Schlager Kft-től kaptuk. Három kérdést adtak fel önöknek, erre várjuk a helyes megfejtők válaszait a 36-485-ös telefonszámon. A kérdések: mi a neve a jövő század tetőjének? Tehát Schlager Kft. A második kérdés: melyik ország burkoló anyagai vezetik a Schlager listát? Innen kapta talán a cég is a nevét. És a harmadik kérdés: melyik kéziszerszám gépcsalád világszínvonalú emblémáját látják majd mindjárt a monitoron? Reméljük, hogy hamarosan látják az emblémát. Lenni. Igen, itt van, megjött. Segítségül csak annyit, hogy ez egy hatbetűs szó, három magán és három mással hangzóból áll. Tehát mely nagy hírű kéziszerszám gyártó gépcsalád világszínvonalú emblémája ez itt a képernyőn? Köszönjük. És akkor most a Új-Dunántúli naplóban mik azok az érdekes dolgok, amiket olvashatnak a maiban. A Pécsi Ipari Vásár továbbra is a fő oldalon, az első oldalon található, mégpedig a legújabb találmányokról számolnak be a cikk tudósítói. Ezek közül kiemelnék egyet, ugyanis egy vállalkozó azt javasolja a négyütemű gépkocsik tulajdonosainak, hogy spricceljenek vizet a motorba. Szerinte ezáltal az eljárás által csökken az üzemanyagfogyasztás, növelődik a motor teljesítmény, belső hűtést ad a motornak és növeli a motor élettartamát is. Hát ezen kívül még rengeteg ilyen találmányról számolnak be a naplóban. Aztán még az első oldalról, hogy ötös találat született Pécsett a lotton. Hogy ki és mennyit, azt még nem lehet pontosan tudni, mert a nyeremények értékelése még folyamatban van. Szintén a címoldalon az önkormányzati ülésre, aminek elég sok érdekes vonatkozása volt, két naposra sikeredett ezen a héten. Voltak gondok is, ugyanis az 50 városatyából és városanyából mindössze 26-an jelentek meg, ezért aztán a közgyűlés megállapodott abban, hogy ezután majd mindig katalógust fognak tartani, és a hiányzók népsorát megjelentetik az Új-Dunántúli naplóban. Ezzel próbálják talán ráébreszteni képviselőinket, hogy a megjelenés kötelező. Aztán, ami még érdekes, hogy költözködik az Új-Dunántúli napló a Rákóczi út 34-ben. Sokan már gondolom észlelték is a Hunyadi úton ezt a nagy torlódást. Hát költözik a napló, de a hirdetéseket még felveszik a régi székházban is. Ugyanis a hirdető megmarad még a régi helyén, a Hunyadi úton, tehát oda lehet még menni, megegyeztek ugyanis az egyházzal. 16-át a hétfőtől, tehát új helyen az Új-Dunántúli napló. Kerestük az első oldalon, a második oldalon, tehát vezető helyeken a jugoszláviai eseményekről szóló tudósításokat. Nos, most keveset olvashattunk erről az eseményről. Úgy lenne jó, ha egyáltalán nem is kellene róla írni. De sajnos még azt hiszem, jó néhány hét hónap, esetleg esztendő eltelik, amíg vezetőhelyen kell beszámolni a Jugoszláviában történtekről. Tessenek megfigyelni a következő riport összeállítást. Munkatársainkkal együtt tegnap előtt este érkeztünk haza. Ezt látják most. Arra voltunk kíváncsiak, vajon mi a helyzet Baranyában, tehát a jugoszláviai Baranyában élő nemzetiségekkel magyar lakta területeken. Éppen ebben a pillanatban milyen a hangulat? A kerítésen túl már Jugoszlávia látható, és néhány méter után begurulunk az átkelőre. Közeledünk az udvari ellenőrzőponthoz. A kocsiban operatőrünk és segítőm Dernik Péter, Magyarországon élő jugoszláv állampolgár. Itt tudtuk meg, mármint a határátkelőn, hogy a Panoráma forgatócsoportja kisebb veszélybe került, és szóltak, legyünk mi is nagyon óvatosak. Most kanyarodunk Batina kiskőszeg irányába, szeretnénk megközelíteni a Dunát, Szerbia és Horvátország határát. Az első település Topolye, magyarul Izsép. Csendes ez a falu most. Ez a falu, itt még az egész Baranyában legcsendesebb biztos, ez a
3-4 falu dályok, izsép. Félnek az emberek itt? Nem. Nem fél. Most még nem? Egyáltalán senki nem fél. Nem éppen a legkönnyebb a helyzet. Hallgassuk a rádiót is, akkor rettegnek a népek mégis, de nem félnek semmit se. Milyen hírek jönnek a belső vidékről? Hát Eszékről, ide a környékről, Kóroly László, amit hallottunk ezeket a híreket, elég rossz, rettenetes hírek vannak. Eszéken volt a lövöldözés, egy rendőr meghalt, ketten még sebesültek, út a rádión és tévé is mutatta. Elég szörnyű hírek, de itten erre felé még elég nyugodt helyzet, de nem sokáig lesz így. Mit gondol, békés úton rendezhető ez a mai állapot, ez a mai helyzet, vagy csak fegyveresen? Hát ott több volna Szerbiából, több okos nép volna, akkor lehetne békés, de ezek a generálok, a tábornokok, ezek nem engedik. Nem akarnak lemenni önkéntesen a foteljukra, sok itten nem nagyon hiszem, hogy jó kicsin. Lesz itten még fegyveres összetűzés. Mert ez nagyon szomorú. Szomorú helyzet. A szomszéd a szomszédra lőjön, még így egyik falu másikra, mi Slavóniából lent. Nálunk Baranyában van két szárfalú, azok még elég nyugodtak, de arra lent már egész háború folyik Horvátországban, és Slavóniában. Mondják, hogy a szerb vezetés nem enged. Nem enged, se olyan. Nem enged. Észre van kötte a katonasága is, akkor egyáltalán semmit nem engednek. Nem akarunk dialógot, semmi beszélgetést nem akarunk. Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy élik meg a mostani napokat? Ha mink elég nyugodtan. Itt nyugodtság van még. Hála jó Istennek. Olyan furcsa sokaknak, a kívülállóknak különösen, hogy egy egységes Jugoszláviában egymással lőnek az emberek. Tessék egy kicsit a kamerát levenni. Egy kicsit csak. Szeretnék valamit mondani. És a mikrofont is kapcsolja le. Ez nekünk kapcsolja, ez le van húzva. Ki van kapcsolva? Tudja, mi nálunk abban a Jugoszláviában. Voltam egy magyar autóbusszal Medjugorjéba kirándulásra. Igen. Az autóbuszban németül beszéltek a német asszonyok. Sokatul beszéltek a sokat asszonyok. Magyarul imádkoztak a magyarok. Mikor misének vége volt, mondja a plébánosor, most elimádkozunk egy mi atyánkot, és a himnusz pápáért, és Magyarországért. És tessék elhinni, mindnyájan sírtunk, és mindnyájan imádkoztunk Magyarországért. De Jugoszláviában sajnos 5 ember nem találni, aki Jugoszláviáért imádkozik. Gondolom, hogy ezzel minden elmondtam. Mint látják, körös körül mi több, a falvak főterén tankok, légvédelmi ágyuk, géppisztolyos katonák. Megfigyeltük, a harckocsik csöveit délre, nyugatra állították be. Éppen ezért félnek az emberek kimenni dolgozni a földekre, vágni a gabonát. Csak azt nem tudom, hogy a jugoszláv népi hadsereg melyik népet védi melyiktől. Itt Baranyai vidéken eddig békességbe élt egymás mellett a szerb, a horvát, a magyar. Most veszélybe vannak a falvak, attól számítva, amikor Horvátország kiáltotta a függetlenségét. Ugyancsak szuverén állam akar lenni Szlovénia is. Segítek annak a tisztázásába, hogy ők nem teljes elszakadást akarnak, mert az lehetetlen is lenne, hanem olyan önálló köztársaságot szeretnének, amely egyenragú partnere valamennyi jugoszláviai tagköztársaságnak. Van erre esély fegyver nélkül? Szerintem csak egyetlen megoldás van, a tárgyalás megoldás. Ingemet ne kérdezzen, én a fiatal ember, én nem tudok semmit se. Én nem megyek se Batinára, se Monostorra, se Kutyafaza, én nem megyek sehova se. Ingem, ne kérdezzenek semmit, ingem. Éppen én van, nem vagyok politikus. Na, de akkor végtel is nyugodtan él? Ha nyugodtan, semmi bajom se nincs. Enni van mit. Hát pontosan ezért kérdezem. Tehát nem politizál akkor a falu egyáltalán, hogy mindenki éli az a saját életét? Jaj, de erőszakosak. Igen. Szeretnénk beszélgetni. Tényleg egyszerűen csak beszélgetni. Nincs kamera, csak beszélgetni. Tényleg. Nincs. Hogy jelnek itt most a napok? Ha jó. Szóval én úgy érzem, hogy ezekben a magyar falvakban, ha nyugalom és béke is van, csend van. Itt még semmi nem volt. Napot! Hát mondom. Szurkoljunk, hogy ne is legyen. Nem lesz. Nem lesz? Nem. Én bár úgy gondolom, hallja. Játszik még mindig lesz. Nem csak tartom. Itt vannak a tankok a falu szélén. Ha hagyd! Éppen annyi, mint a zomborban vannak a szárnyában. Ugyan mindegy. Miért fél? Mondja meg, miért fél? Csá, mit tudom én. Mindenki fél mindenkitől? Csá, nem éppen. Nem éppen. Fél. Maga nagyon fél. Mi elvink itt, magyarok vagyunk, ugye? Elég jól körülfogta bennünket a tankokkal, és lehet hallani egy tévében is, hogy a
Lászlón is, ugye, Kórolyon is, hogy milyen bajokat csinálnak, a népeket nem bírik engedni ki határba, ugye, ott vannak a jószágok, nem bírnak hordani semmifélét, és hát elég baj ez. De mi lesz a gabonával? Ki aratja le? Nem tudom. Miről beszélgetnek itt esténként, otthon, amikor összejönnek? Megéljük a holnapot. Ez egy elég kemény és komoly kérdés. Igen, megéljük a holnapot. Mire gondol egész pontosan? Ha nézze, rálulnak mindenkire. Konkrétan ezen a telepen még nem, de mind közelebb jönnek. Tehát érezni azt, hogy jön ezzel a veszély? Persze. Nem lássuk okát, miért a katonaság védelmezi Baranyát egyébként, hogy talán még pofont nem kapott a nép egyik a másik átú kosmákba. Egy nagy csapatú hadoszlopok döntek el, miért, kiért, nem tudjuk. De nincs itt a helyük. És mi lesz, hogyha mégis megtörténik a támadás? Mi védekezünk, hát a saját földünkre nem megyünk el, nem? De hát fegyverük van. Talán kapunk majd. Ne, tehát készülnek? Hát igen. Elszökni nem fogunk, hát a mi földünk. Nálunk is vásároltak. Egy picit behallgítom a rádiót. Úgy, elnézést kérek. Igen, a népek pánikba estek, és akkor vásároltak lisztet, cukrot, még ilyesmit, gyertyát, petróleumot. Magyar ember vagyok, és én mindig rendes ember voltam, soha nem voltam kommunista, egyáltalán soha. Ezt hát nem, mindig gyűlöltem, mindig. Én mindig a magyarokat becsültem, még nem mondom, ha horvát vagy szerb, csak egymás ne bántsák. Farkas Ildikó vagyok, és a helyi néppártnak az elnöke vagyok. Szerintem ők Nagy Szerbiát szeretnének, ugyanis köztudott dolog, hogy Horvátországban és a vezetőposztokon ők voltak. A pénz Belgrádba szivárgott, a szerb falvakat segítették, a mi Baranyánk visszamaradt, tulajdonképpen nem építették ki ezt a határzónát, a kis Baranyát pedig elég gazdag, buzában is, földben, tényleg mindenben. A Horvátország nem azért kell a szerbeknek, mert a horvátok kellenek, vagy a magyarok, hanem mert tudjuk, hogy a turizmus, tengerparti turizmus, a Szlavónia és Baranya buza termővidékei, hát ez annyira átlátszó dolog, hogy itt végül is tudjuk, hogy a szerbeknek mi miért kellünk. Hát a szerb nem szereti a magyart. Most jön ki elénk a katona, tehát megpróbáljuk megközelíteni a Bánihegy déli oldalán lévő hadálláspontot, de itt megállítanak bennünket. Vedd le. Tehát, hogy a parancsnokkal nem tudunk beszélni? A katonákkal nagyon jól elbeszélgettünk, ám a parancsnok, amikor megérkezett, szigorúan tiltakozott az interjú ellen, és azonnal elküldött a helyszínről bennünket. Tessék nézni a búzatáblák között. Érkezünk Pélmonostor határához. Mindössze néhány száz méterről van szó, ahol a hadtest állomásozik, alul a völgyben, a házak között néma csend. Az emberek behúzódnak, visszahúzódnak otthonukba. Így telik az este Pélmonostor mellett, a pélmonostori, a Báni hegyoldalon. A riportnak tulajdonképpen itt vége, de a jugoszláviai eseményeknek korán sem. A hadsereg bennünket elengedett. Ám 24 óra múltán is fülemben cseng az a mondat, amit a kiskatona mondott, hiszem tudom, sok ezer társa nevében. Fiúk, ezt nem mi akartuk. Ha úgy tetszik, akkor történelmi jelentőségű dokumentumot írtak alá tegnap itt, a 13. Pécsi Ipari Vásáron. A világkiállítás 96 elnevezésű alapítvány, mely, mint minden alapítvány, nyitott. Várják a befizetéseket, és természetesen a további bárminemű, bármilyen jellegű támogatásokat. A világkiállítás Baranya megyei szervező irodája Pécset a megyeházán a Rákóczi út 34-ben található. Tegnap itt járt Barát Etele kormánybiztos, és aki tájékoztatást adott a budapesti expo jelenlegi állásáról. Arra voltunk kíváncsiak, melyek a legfrissebb híre. Tessenek figyelni, ő válaszol kérdéseinkre. A
sok legfrissebb hír van, ugye, mert az összes alapvető kérdésben a Bécs visszalépését követően mi elkezdtünk egy újfajta gondolkodást. Az egyik magának a témának a megválasztása, a második a hely kérdése, finanszírozás kérdése, és nem végül a szervezeti rendszer kérdésében is. Azt hiszem, hogy itt a legfontosabb a témaválasztás tulajdonképpen. Ugye a hidak a jövőben, ez a szlogen, ez egy kicsit túlérett. És mi most azt javasoljuk, és ez most már szélesebb körű vita elé is került, és fog kerülni még, hogy a kultúrák találkozása, tehát a kultúrák kölcsönhatása legyen az az általános rendező elv, ami alapján a kiállítást megcsináljuk. Vidék mennyiben tud részt venni ebben a munkában? Most ez tulajdonképpen a másik leglényegesebb változás. Ugye a parlament határozata is azt írja elő, hogy Magyarország Budapesten és vidéken kíván világkertest rendezni. Ilyen kiállítás egyenre eddig még nem volt. Ennek az előkészítése nem olyan egyszerű. Ennek érdekében mi úgy gondoljuk, hogy a budapesti helyszínt érdemes akár radikálisan is csökkenteni, egy nagyon exkluzív központi magot alakítani ki, és a témákat úgy választani meg, hogy ehhez a vidéki helyszínek jól kapcsolódhassanak. Itt két ilyen témakör látszik, szintén a kultúrán belül. Az egyik a kultúra és a gazdaság egymásra hatása, kölcsönhatása, a hétköznapi kultúra, tárgyi kultúra, design és így tovább. A másik meg az emberek természettel kapcsolatos magatartás kultúrája, környezetvédelem, ökológia, egyáltalán az a viszony, ami ember és a természet között reméljük pozitíven fog alakulni a jövőben. A fővárosi iroda miként tudja segíteni azokat a kezdeményezéseket, amelyek vidéken születnek, hisz most épp itt is szó volt arról, hogy egy nagyszerű dolog lenne és szükséges lenne a környezetvédelemmel való foglalkozás. Hát nézd, először is egy nagyszerű alkalom az, hogy itt megalakult ez az alapítvány, és létrejött itt az iroda. Nagyon sok vidéki kezdeményezés, nagyon sok városban már megjelent. Ez az első igazán formalizált iroda, és ez egy nagyszerű dolog. Most mindenben segíteni tudjuk. Az egyik az, hogy mindent, ami rendelkezésünkre áll, tehát információt, gondolatot, nemzetközi kapcsolatot, ötletet, befektetési kínálatot, bármi mást, mi azt hiszem, hogy kötelező érvénnyel közvetíteni fogjuk vidék fele. Nem csak az irodák fele természetesen, bár az irodák ennek itt a központi magját láthatják el, hanem mindenki fel, aki ez iránt érdeklődik, ugye ezeken az irodákon keresztül. Ez a legfontosabb szerintem. A másik az, hogy a költségvetés újragondolása, tehát a költségek, a források újragondolása esetén most már másképpen kell gondolkodni. Kell hagyni egy olyan szabadságot, hogy azok a vidéki gondolatok, amelyek igazán érdemesek, nemzetközi rangúakká tudnak válni ez alatt az idő alatt, például a kokáért ez a környezetvédelmi központ és ennek a kifejlesztése Pécset, ez kapjon központi támogatást is. Az asztalon két pohár víz. Megkóstolom az egyiket. Meleg. Másikat. Szintén meleg, de valami más különbség is van köztük, legalábbis elvileg, ugyanis ha a színre, meg állagra nem is tűnik fel semmi, de a különbség mégis ennyi. Ugyanis egy szűrőberendezésen keresztül ez az a víz, ami a csapból folyik, ez a tisztított víz. És ez van a kettő között. Megnézni, hogy milyen vizet iszunk. Így talán érthető is az a külön díj, amit a Baranyi Megyei Közgyűlés adott annak a terméknek, amely ezt a piszkos vizet ilyen tisztává varázsolja, vagyis annak a víztisztító berendezésnek, amely itt található a Pécsi Ipari Vásáron, a D-pavilonban. És higgyék el, nem volt megbeszélve Szűcs Józseffel a találkozásunk. Éppen ebben a pavilonban találkoztunk, ahova ők ítélték ezt a bizonyos külön díjat. Természetesen az alkalmat kihasználtuk, és egy interjút kértünk dr. Szűcs Józseftől, a Baranyi Megyei Közgyűlés elnökétől. A Baranyi Megyei Közgyűlés külön díját egy házi víztisztító berendezés kapta. Kérdés, miért? Gondolom, nem véletlen ez a választás. Közismert, hogy Baranya megyében 108 település még mindig nitrátos vízű település közé tartozik. Elemi érdek a víz, elemi érték a víz, elemi szükséglet a víz. Azt gondolom, hogy ennek megteremtésében megyei közgyűlésnek részt kell vállalni. Örömünkre szolgáló, hogy ilyen létesítményt láttunk itt, azonnal díjjal is jutalmaztuk. Ön most érkezett meg külföldről. Mitről tárgyalt és milyen eredménnyel? Az Európai Régiók Szövetségének meghívására vettem részt Makedóniában egy mezőgazdasági jellegű konferencián, ahol volt alkalmam találkozni a szőlőtermelő régiók legmagasabb szintű vezetőivel, és hozzászólásomban kértem a konferencia résztvevőjét, hogy tiszteljenek meg bennünket a világkiállítás alkalmából egy nemzetközi rendezvény szervezésének lehetőségével. Ezt az is mondatja velem, hogy közismert Baranya megyében 1987-ben Pécs is és Villány is a bor és szőlő városa lett. Szeretnénk magunkat megmutatni a világnak,
illetőleg szeretnénk, ha a világ nálunk is megmutatkozhatna. Ez adta az ötletet, ezt a javaslatot vetettük fel a konferencián, és őszintén meg kell mondanom, hogy nagyon nagy sikerünk volt az elhangzottak alapján, támogatására biztosított bennünket a konferencia valamennyi résztvevője, Balogh úr a főtitkár úr is, sőt, a konferencia elnöke arról biztosított bennünket, hogy Alentejo, portugál város szívesen lemondana Baranya megye javára a rendezésről. Mai napon volt alkalmam és módom arra, hogy a megyei közgyűlés képviselő testületét is tájékoztassam erről, kérve felhatalmazást arról, hogy ezt a szervező munkát elkezdhessük, és ezt jó szívvel a közgyűlés meg is adta. Újfajta magatartást látszik kirajzolódni a Baranya megyei közgyűlés életében. Arról van szó, hogy a külországok és közvetlen kapcsolataink egyre inkább erőteljesebbek lesznek, azt hiszem naprakészebbek és tartalmasabbak. Igen. A mandátumunk az intézmény fenntartáshoz kötődik elsősorban. De ezentúl két nagyon fontos teret rajzolódik ki a közgyűlés munkásságából. Az egyik a térségiségnek az ápolása, és ez már több területen nyomon követhető a közgyűlés döntéseiben, gondoltak itt az infrastruktúra fejlesztésben, vállalt kötelezettségeire, útépítés, telefonhálózat bővítés. A másik a nemzetközi kapcsolatok. Nemzetközi kapcsolatokban jó szívvel mondhatom el, hogy nagyon jó alapjaink vannak, nem kevés nemzetközi szervezetben érdekelt a megye, és arra gondolunk, hogy egy kicsit talán egy konvergencia elmélet szerint is közelítve valahol a kettő egymásra találhat, a gazdaság és a nemzetközi kapcsolat. Mi Korocsai úrral arra vállalkoztunk, hogy képviseljük ezt a megyét lehetőleg minden nemzetközi szervezetben, keressük azokat az esélyeket, azokat a lehetőségeket, ami elmozdulást jelentett Baranya megye gazdaságában, és nem csak a kulturális szférának a megjelenítéséről van szó, hanem ahogy említettem itt a borvilág versennyel kapcsolatban, jelentős lehetőség van arra, hogy egy sajátos arculatunk, a mezőgazdaság is megjelenhessen, és egy kis térségben talán húzóágazat lehessen. Beszélgetéseink során természetesen megkérdeztem dr. Szűcs Józseftől is, és dr. Kurucsai Csabától is, akivel holnap a reggeli műsorunkban, a Városi Televízió Vasárnap reggeli magazinjában láthatnak majd beszélgetést, hogy vajon milyen kézzelfogható eredményei lesznek majd ezeknek a tárgyalásoknak, hiszen mint ismeretesen a megyei közgyűlés tagjai igencsak utaznak mostanában, és reméljük eredménnyel. Nos, ők mindketten azt mondták, hogy már is vannak kézzelfogható eredményei. Higgyük, így van, és így is lesz, hogy minél több valóban gyakorlatban is jelentkező és szemmel kézzelfogható, látható eredményei születnek ezeknek a találkozásoknak, külkapcsolatainknak, hiszen ebben a riportban is szó volt már a külkapcsolatokról. És szó lesz a külkapcsolatokról a következő néhány percben is, hiszen az első valóban kézzelfogható eredmény a Tervolin. Tessék csak figyelni, mit mond róla a tulajdonos. Tervolin nem csak az pécsi ipari vásáron aratott óriási sikert, hanem Németországban is. Miben rejlik ennek az óriási népszerűségnek a titka? Mi a Tervolin lapterméknek, ez egy hő- és hangszigetelő laptermék, egy teljesen új felületvédelmet dolgoztunk ki, amelyik tulajdonképpen bármely üvegszövet, illetve hőszigetelő laptermék bevonására alkalmas. Ez egy sugárálló, tűzálló, időjárásálló, fénystabilizált bevonatot kap, amelyik időjárásállóvá és ütésállóvá teszi. Ezáltal az eddigi beltéri hőszigetelő anyagok kültérre alkalmassá válnak, és ez egy hatalmas energiamegtakarítási lehetőség. Eddigi beltéri hőszigető anyagokat kültérre tettük alkalmassá ezzel a szátó bevonattal. Vonatkozó környezetvédelmi előírások figyelembevételével például alkalmas nagy zajszintű környezetben épült lakóépületek vagy berendezéseknek a zajvédelmére, amelyik a hőszigetelésen kívül az épületek állékonyságát, élettartamát is döntően befolyásolja. Nagy felhasználási területként gondolkodunk a panelépületeknél, mert a panelépületeknél az energiafelhasználás radikális csökkentése mellett a panel élettartamát felújítási értékbe befolyásolja. Tehát az energiagazdálkodás mellett nem lényeges a panel élettartama is, hogyha megveszik az épületet. Itt találtunk közös érdekeltségi pontot németországi kollégákkal, pénzügyi bankszakemberekkel egyeztetve egy regionális területi együttműködést köszönhetünk a megyei közgyűlés kezdeményezésére sikerült küldöttséggel. Közös érdekeltségi pont ott van, hogy a volt NDK területén is rengeteg panelépület van, és a mai világban az energia pazarló felhasználása mellett az épület
számának, a lakásszámnak a megőrzése is egy kardinális kérdés, és az ország számára sem lehet mindegy, a lakossági és kommunális fűtési energiaigény radikális csökkentése. Újból a rejtvénykérdések, melyek ezúttal a Schlager Kft.-hez kapcsolódnak. Telefonszámunk 36485, erre várjuk hívásaikat. Az első kérdés, mi a neve a jövő század tetőjének? A második, melyik ország burkolóanyagai vezetik a Schlager listát? És a harmadik, ez mindjárt segítségül egy emblémát látnak a képernyőn, melyik kéziszerszámgépcsalád világszínvonalú emblémáját látják itt? Segítségül annyit, hogy a hatbetűs szó három magán és három mással hangzóból áll. Ennyi a rejtvény. Tehát várjuk a válaszokat a 35486-on, itt a stúdió, kihelyezett stúdióban pedig köszöntöm a Vásárhelyi Televízió állandó vendégét, kamarai vendégét, dr. Sífői Tamást, főtitkárt. Arra kérlek, hogy nagyon röviden mondd meg a vásármérlegét. Végül is most már megtehetjük, 13-a van zárásnapja előtt, egy nappal vagyunk, mögöttünk 9 nap, azt hiszem a kamara életében is igen, kemény 9 nap. Kíváncsiak vagyunk most, hogyan lehet ezt néhány mondatban kifejezni, elmondani? Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy ez a vásár, azt hiszem a most a 60-70-es évek után az egyik legsikeresebb vásár volt, rengeteg kontaktus sikerült összehozni. Én arra szeretem felhívni a vállalkozók és az üzletemberek figyelmét, hogy a régi gyengeségünk, tehát az, hogy a fölvett kapcsolatok után ki is használjuk azokat és üzletet tudjunk kötni, erre most ügyeljünk. Tehát nem szeretném azt, hogyha több száz kapcsolatteremtés megtörtént, több száz tárgyalás történt, ezután most itt jön a nyár szabadságvása, ezek a kapcsolatok tulajdonképpen teljesen elsilányulnak és nem lennek következmények. Másik, hogy az én személyes véleményem az, és ezt a kamarámban is már megvitattuk többször, hogy szerintem a vásár ebben a formában már nem élhet tovább, tehát túlnőtt azon, hogy ne legyen saját területe. Szükségesen egy saját terület, ez egy más időpont, tehát egy nyári időpont, ahhoz, hogy ez a vásár igazán olyan szakmai jelleget öltsön, amelyik ennél is több, tehát több mint 300 vállalkozó, de ennél is több külföldi és magyar céget vonzom. Tegnap ugye aláírták a világkiállítás 96 alapítványt, nem láttam az alapítók között a kamarát. Hát ennek én azt hiszem csak technikai akadályai voltak, semmi akadályt nem látom azt, hogy az elnökség ezt megbeszélve, az elnökségünk határozóan erről, hogy a világkiállítás alapítványhoz csatlakozunk, annál is inkább, mert a ma délőtt aláírtuk a Kolozsvári Kecskemét Ipari Kamarával egy együttműködési szerződést, ennek az egyik pontja éppen az, hogy elősegítjük tagjaink kölcsönös megjelenését a világkiállításon, illetve annak építésében. Ha szabad bepillantani az üzleti titkokba vagy életbe is, milyen nagy megrendelésekről, milyen nagy üzletkötésről tudsz beszámolni? Ami tényleg igazán nagy. A pont, hogy a közös tanulók az Index volt, az Index pontosok óriási mennyiségű almát kötöttek le almali gyártására, ugyancsak a Butextől előzetes megállapodás, Butextől előzetes megállapodás kötöttek az itt látható különböző árusító pavilonok szállítására. Én azt hiszem, hogy ebből komoly üzleti siker lesz. Tamás, együtt izzadtuk végig ezt a 9 napot. Mi lesz most a hétvége programja? Még itt a vásárra, vagy most már elég volt a vásárból? Hát vásárt még le is kell szerelni, ez is egy nagy munka, és hát hétfőtől indul a következő menet. Az eddig félbe szakadt, de olyan programok, amiket a városvezetésével meg kell vitatnunk, tehát nem maradunk munka nélkül. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és végig vendége voltál a Vásári Televíziónak, és az információit segítetted azért a kamara világát egy picit bemutatni. A nézőknek pedig most mi bemutatjuk a díjazott termékeket, vagyis azt az 5 darab kiállítási díjat, amelyet hát különösen fontosnak tartottunk, hogy ismerjék meg, és a netán ma délután, holnap ide látogatnak a vásárra, ezt az 5-öt feltétlenül nézzék meg, éppen azért lettek díjazottak. Tehát következzenek a vásári díjasok. 5 kiállító kapott kiállítási díjat a 13. Pécsi Ipari Vásáron. A Megamorra széles termékskálájával nyerte meg a zsűri rokon szemlét. Nem csak itthon, hanem Nyugat-Európa számos országában bizonyítottak már kazánjaik. Profiukba szén, gáz, olajtüzelésű melegvíz előállító és veszélyes hulladékégető berendezések gyártása, értékesítése tartozik. A kazánok hatásfoka 85-90%-os. A Möbius új termékével, a mortadellával lett díjas. Az amatos húsfélességek mellett szép pavilonjuknak és folyamatos kóstolóiknak is köszönhetik, ha a közönség díját is elnyerik.
Tevékenységi körük élő állatfelvásárlás, értékesítés, vágás. Húskészítményeik a gyorsfogyasztott hamburger, cseva, húsos szelet, valamint szalámifélességeik, a stiefolder és a konzumkolbász egyre népszerűbb. A Konzum RT több éve sikeresen működik, ezen a vásáron szagelszívó berendezéseikkel hívták fel magukra a figyelmet. Kevesen tudják, hogy a Konzum RT foglalkozik éttermi vendéglátással, bútorgyártással és filmlemezipari termékek előállításával is. A PETA Terra kereskedőház széles választékával, modern lakásfelszerelési cikkeivel, valamint hatalmas medencéjével nyerte el az egyik kiállítási díjat. A vásár területén több helyen is találkozhattunk a kereskedőház áruival. Díjazott lett még a Mecsek Plast GMK is. Mindenfajta műanyagárut, csomagolóanyagot, hulladékgyűjtő tasakokat gyártanak. Vállalnak bérfestést akár négy színben, két állással is. Ami az ő esetükben a legfontosabb, és hasznosította őket, az, hogy minden műanyag termékük újrahasznosított hulladékból készül. Hatalmas választékkal várja vásárlóit a PETA áruház. Profi festőszerszámokból az országban a legnagyobb a választék. A PETA igen sokoldalú. A BMX kerékpároktól, a tapétavágókéseken át, a szúnyogriasztóig mindent megtalál nálunk. A pécsi ipari vásáron nem csak megnézheti, meg is vásárolhatja egyedi szépségű lakásfelszerelési cikkeinket. Esztergált karnisokat minden méretben és színben, különféle dísztárgyakat, polcokat és egyéb kellékeket, melyekkel lakását ön is szebbé teheti. A vásár ideje alatt reklámáron kínáljuk 10 köbméteres komplett vízforgatóval ellátott fürdőmedencénket, mely 45 ezer forint helyett 42 ezer forint. Viszontiradó jelentkezését is várjuk. Éljen a lehetőséggel, keresse fel áruházunkat! Mortadella a Möbiusztól. A Ferrokon Kft. Új perspektívát kínál a pécsi ipari vásár 110-es Konica pavilonjában. Bemutatjuk az általunk Dél-Dunántúlon forgalmazott Konica fénymásológépek teljes választékát. Valamint Glory Bank technikai gépeket, írógépeket, telefaxokat. Kereskedőknek, vendéglátóüzleteknek ajánljuk japán pénztárgépünket, árszorzós bolti mérlegeinket. Cégünk jövője a hosszú távú személyes kapcsolaton, a teljes körű szervíz, kellék és alkatrészellátáson, tehát az ön megelégedettségén alapul. Ha irodatechnika, akkor Konica. Várjuk a vásár 110-es pavilonjában. Jöjjön! Pontos döntés, Riprop Baromfi Magdal. Az idei ipari vásár a hagyományoknak megfelelően természetesen nemzetközi volt. A sok száz hazai kiállító mellett jó néhány külföldi kiállító pavilonja is szerepelt itt a vásárban. Talán kicsit mások voltak, mint mi. Sok új színt hoztak a vásári forgatagba, ezért találtunk közöttük jó néhány érdekeset. Nagy külföldi érdeklődés jellemezte a 13. pécsi ipari vásárt. Összesen 92 külföldi cég képviseltette magát. Céljuk nem az azonnali milliós üzletkötések, hanem tevékenységi körük megismertetése volt. Ennek megfelelően nem is az üzleti tárgyalások, hanem inkább a bemutatók, kóstolók kötötték le az üzletemberek figyelmét. A legjelentősebb üzlet talán a MicroAge és a SUV, illetve a Magenta Kft. És a Grazi Holz Industry Lightinger között jött létre. Az olasz, osztrák, nyugatnémet és román kiállítók mellett jugoszlávok is voltak a vásáron. Derni Katalin, a jugoszláviai Madonna és a Rapid Zágráb céget képviseli. Képviselem a zágrábi Madonna kozmetikai gyárat, a másik pedig a Rapid Zágrábi céget. A zágrábi Madonna kozmetikai gyárnak a termékeit azt szeretnénk itt bemutatni a vásáron. Ezek Magyarországon még mind ismeretlen termékek. Nagyon jó minőségű alapanyagból készültek. Sampon kollekciók vannak, ami eredeti parfümillatot, az ópiumot, a Picasso-t, a Lulut és a Poisson tartalmazzák.
mellette vannak nagyon jó testápolóink, ez az afrikai diónak az olajával van, és tusfürdők szintén ezekkel az illatokkal vannak. Mellette ezek a termékek képviselnek napozáshoz, kollekciónk van, ami szintén nagyon jó alapanyagból, nagyon sok vitamin tartalmaznak, a bőrnek a táplálását végzik napozás után. Ehhez ajándékcsomagok, ezeket ajándékcsomagokba készítettük el, amelyekhez ajándékpólót is adunk. Nagyon jó hajregenerátorunk van, ami szintén protein tartalommal van, mellette kellemes illat, és minden bőrnek megfelelően ugyanúgy a hajsampon, mert beállítja a bőr pH-ját. Nagyon szép kis ajándékcsomagunk van, hogyha ezt szabad megmutatnom, ami szintén illatkompozíciókban vannak csoportosítva, a parfümkrémet tartalmaz, mellette adunk minden kedves vásárlónak egy ajándék hajkefét, ami szintén a Madonna gyárnak a terméke, mellette testápoló, hajregenerátor, parfümkén, és többféle ilyen illatkompozíciókból összeállítottunk csomagokat, ami azt hiszem, hogy idővel a férfiaknak a vásárlását meg tudjuk könnyíteni, és mellette a gyerekekre is gondoltunk, nagyon szép kis fürdősamponok van, ha szabad megmutatnom ezt is. Tommy Jerry formában jelenleg már csak a Jerry kis samponunk van, ami után a gyerekeknek ez megmarad játéknak. Ezek a termékek a vásár ideje alatt, én azt hiszem, hogy meg vagyunk elégedve, hogy ezek jól mentek, hogy szeretnénk tovább menni Budapestre a nemzetközi ipari vásárra. Jut eszembe a sok évvel ezelőtti magyarországi géppark. Ugye egy kezünkön meg lehetett számolni Trabant, Warburg, Skoda, Dacia, Lada, annak néhány változat, aztán nem is volt több. Aztán teltek az évek, és feltűntek az utakon a szebbnél szebb, jobbnál jobb nyugati autók, személyautók. Örömmel fogadtuk, és a mai napon, most a következő hetekben, hónapokban ismét színesedni fog majd az autópark. Legalábbis reméljük, hiszen itt a vásáron nagyon-nagyon sok személyautót láttunk, amelyek majd itt futnak a pécsi, baranyai, dél-dunántúli és a hazai utakon. Ám amikor járunk ezekkel a csodaautókkal az utakon, akkor még mindig bosszúsak vagyunk, mert mellettünk mennek a zilek, a nem tudom milyen típusú nagy terautók, büdösek, füstölnek, egy szóval zavarják a környezetünket. És hát bennünket is. Nos, kérem szépen, ennek az ideje is letűnőben látszik. Hiszen hadat üzentek jó néhányan már Magyarországon a teherautóknak. Vagyis arra gondoltak, hogy a teherautóparkot lecserélik. Hát kérem szépen, a következő példa erre lesz a legjobb. Tessék figyelni, egy gyár kalauzálásra visszük el önöket, majd beszél az itteni vásáron jelenlévő képviselő is. A Klein Trucks Kft. Budapest különböző típusú és életkorú használt, de jó állapotban lévő haszonjárművek értékesítésével foglalkozik. A haszonjárművek teljes skálája megtalálható kínálatunk palettáján. A népszerű Volvo, Scania, Mercedes, DAF nyerges vontatók, melyek a sokat emlegetett új normáknak is megfelelnek. Két, illetve három tengelyes félkorkocsik, nagy és kis kategóriájú teherautók, zárt, nyitott, illetve pongás kivitelben az ismert nyugati típusokból. Ezen kívül egészen speciális billenő, darus, konténerszállító járművek is. A haszonjárművek mellett ugyancsak használt, de kitűnő állapotú, vizsgáztatott, jó árfekvésű személygépkocsikat is árusítunk. A járműveket hollandiai anyacégünktől, a több mint 70 éve létesült Klein Trucks BV-től szerezzük be, mely kizárólag haszonjárművekre specializálódott, s ma talán a legnagyobb és legmegbízhatóbb cég Nyugat-Európában, melyet mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy Dél-Amerikától a Közép-Keletig minden exportálják az említett járműveket. A bizalom anyacégünk iránt már olyan mértékű, hogy a legtöbb vevő telefonon közli megrendelését, és már előre biztos abban, hogy pénzéért pontosan azt a minőséget és márkát kapja, melyet elképzelt. A holland telephely jól felkészült szakemberei révén, illetve tökéletesen felszerelt hatalmas javítócsarnokának köszönhetően bármilyen műszaki igényt ki tud elégíteni, és így a vásárló mindig megbízható járműhez juthat. A javításon kívül a komplett felújítás is megoldható a rendelkezésre álló festőüzemben. Eladott gépjárműveinkhez maximálisan két héten belül alkatrészt is biztosítunk a vevők egyedi megrendelései alapján. Így a nálunk vásárolt járművek folyamatos, problémamentes használata kölcsönös megelégedésre hosszú távon biztosított. Az új alkatrészeken kívül használt alkatrészek is rendelkezésre állnak, például komplett motorok, váltók, stb.
Nem esett még szó a legfontosabbról, árainkról, melyek az állapothoz, illetve a környező országok kereskedői árszintjéhez képest vonzóak. Így a Kleintrax Skyframe keresztül importált haszonjárművek árai szinte utánozhatatlanul kedvezőek. Reméljük, az eddig elmondottak felkeltették érdeklődését. További információért, vagy már konkrét elképzelésével forduljon bizalommal a Kleintrax Kft.-hez. Címünk 1097 Budapest, Táblás utca 24, telefon és telefax, Budapest 1270-188. Nekünk is az a célunk, hogy egy és hosszú távon megbízható járműpark legyen Magyarországon, és egyszer megérhessem azt, hogy ne 20-30-al kelljen a Magyarország utakon közlekednem, hanem ilyen járművek, amik a 80-90 százas tempót megrakottan is tudják könnyedén viselni. Naponta körülbelül 100 járművet ad el a Klein és vesz meg. Tehát ez olyan mértékben pörög, hogy körülbelül 10 000 darab jármű kerül leadásra évente. Emellett én a budapesti Kft. Mintatelephelyére is mindig hozok mindenféle típusú referencia járművet, ha szabad úgy mondanom, és ezáltal gyakorlatilag a teljes skálát ott Budapesten is meg lehet tekinteni. Mi a vevőt ingyen és bérmentve, amennyiben vásárol, kivisszük Hollandiába, ugyanúgy a szálloda költségeket is mi álljuk. Az ő költsége onnantól kezdődik, amikor az autó már megvételre került, és azt haza kell neki hoznia. Nem zárkozunk el természetesen attól sem, hogy behozunk járműveket valakinek a megrendelése alapján, de nem nagyon szeretjük, mert gyakorlatilag csak itt Magyarországon dőlne el az, hogy az a kiválasztott jármű ténylegesen megfelel a vevőnek-e vagy sem. De keresettebb, úgy mondanám, még mindig a nyerges vontató, illetve a kis furgonok, a kis platós teherautók százával állnak ott kint Hollandiában, évjárattól és természetesen a pénztől függően dől el az, hogy melyik vevő milyen autót fog választani. Ezeken kívül forgalmaznak-e másfajta haszonjárműveket is? Gyakorlatilag mindenféle haszonjármű, tehát a speciális is, a betonkeverőtől a konténer szállítóig minden jármű megtalálható. Előfordul, hogy annyira speciális járművet keres valaki, hogy ebben a szent minutában nem áll a rendelkezésünkre, de mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezt 1-2-3 héten belül valahogy össze tudjuk hozni a vevő részére. Mennyi a teljesítési ideje egy megrendelésnek? Ha kiviszem a vevőt, és ott van egy olyan jármű, gyakorlatilag 1 héten belül a kiutazással együtt, a vámolással, mindennel együtt már nála van a jármű. Kizárólag ez az egyetlen cég Magyarországon, a Kleintrax Kft., aki mögött egy 100 millió márkás készletet fenntartó anyacég áll, aki javítóbázissal, alkatrészellátással is tudja támogatni a vevőit, és gyakorlatilag itt nem heteket kell várni, hanem kézzelfoghatóan ott állnak a járművek. Hol találja meg a vevő az ön Kft.-t? A 9. kerületben Budapesten, Táblás utca 24-ben, és hadd mondjam akkor még azt el hozzá, hogy feltétlenül jobb, ha valaki személyesen keres fel minket, mert telefonon 46 oldalas listából úgysem tudnék bővebb információt adni. A személyes találkozással meg egy fél óra elteltével azt hiszem mind a ketten már megelégedetten tudunk az üzletről beszélni. Tehát mindenféle információt át tudok adni. Kolléganőm biztosan engedi, hogy két dolgot eláruljak róla. Az egyik az, hogy nagyon szereti a szép ruhákat, a másik, hogy nagyon szereti a szép autókat. És amikor itt sétált, mindig az autó környékén találkoztunk, mert izgalommal este figyelt a csodaszép kocsikat. Melyik tetszett? Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor nekem mindegy, csak piros legyen. De volt egy másik kedvencem is, ugyanis van itt egy eredeti amerikai Jeep. Ami viszont nem piros, hanem kék, de attól még nagyon tetszik. Hát most mindegy, hogy piros, zöld, kék, fehér, avagy egyáltalán milyen típus. Az biztos, hogy 2 perc csoda lesz önöknek, hiszen egy autós körképet készítettünk a Pécsi Ipari Vásáron kiállított autókról. A képek gyorsak lesznek, ne haragudjanak érte, de sok autót fogunk megmutatni. Tessék figyelni és választani!
tudja már, mi a jó? Zó. Bio. Zobio. Család, mely reformkonyha házi kedvenceink számára. Zó. Bio. Zobio. Család, mely nélkül nem létezhet korszerű biotermesztés. A Zobio kis mennyiségben hat, ennek következtében anyag és energiatakarékos. Sőt, környezetkímélő. Próbálja meg. Nem bánja meg. Ezt vegye meg. Zobio. Az a jó. Pontos döntés. Riprop baromfi Magdal. Szereti ön az autóját? Használja a leghatásosabb motorkezelőszert, a Svedolt. Hogy mit tud a Svedolt? A benne levő PTFE-ható anyag a létező legjobb súrlódás csökkentő. A motoroknál már 30 perces járatás után kompresszió növekedés történik. A felrakódott PTFE réteg igen szilárd bevonatot képez. Emiatt a kopás jóval kisebb lesz, az élettartam pedig jóval nagyobb. Ajánlatunk még az Alaszka komplet autóápolási termékcsalád. Különféle tisztítószerek, melyek foltmentesek. Lakfényezők, polírozók, samponok óriási választéka. Ezen nincs mit gondolkozni. Ez önmagáért beszél. Árusítással egybekötött bemutató a Konzumáruházban, július 8 és 13-a között. Mondtunk, forog. Igen, mi vagyunk, igen, rendben van. Kérem szépen, most éppen két kisfiú sétál el a kamera előtt, no nem baj. Július 5-én, amikor beszélgettünk Visegrádi Tamás vásárigazgatóval, akkor arról volt szó, hogy vajon milyen is lesz ez a vásár. Reménykedtünk, bizakodtunk, és most egy nappal a vásárzás előtt, 13-án, miről másról is beszélhetnénk, mint az eltelt 9 napról. Ha meg kéne vonni a mérleget, akkor hogyan tenni a vásárigazgató? A visszalepő nap miatt azt mondom, hogy bizakodunk, és a mai alkalommal azt mondhatom, hogy összességében egy sikeres rendezvényt zárunk. A sikeresség egyrészt abban mutatkozik meg, hogy nagy létszámban vannak közöttünk a kiállítók, és azt hiszem, hogy a túlnyomó többségük kedvező benyomásokkal gazdagodva, jelképes és talán anyagi értelemben is hagyja el Pécset. A másik nagy értéke ennek a rendezvénynek, hogy a korábbiak pécsi vásárokhoz viszonyítva igen nagy volt a mozgás, aktivitás, elsősorban a szakmai aktivitás, aki a másképp nem itt a parkoló autók rendszám tábláiról Rómától kezdve különféle diplomát a látogatásokon keresztül látható, hogy igen élénk folyt Pécsett a nevelési központban, a vásárközpontban. Harmadik dolog a kiállítóknak a számának az alakulása. Még előttünk van egy vasárnap, meg egy fél szombat. Én azt hiszem, hogy éppek, hogy elérjük a legutóbbi vásár összlátogatóinak a számát, ami azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 60 és 70 ezer néző között lesz, igen, a jegyet, igazolhatóan jegyet váltottaknak a száma. Tehát ebben nincs nagy változás. Az érdekes azonban az, hogy hétköznapokon a korábbi vásároktól eltérően jóval többen, általában 5-600-al többen léptek be a héten, de volt olyan nap, amikor kb. 2000-rel többen léptek be, mint korábbi pécsi vásároknak a hétköznapjain. Na most ez a különbség nézők látogatása, érdeklődése az, ami elsőben megfontolásra késztet minket abban, hogy ha marad ilyen keretek között a pécsi vásár, hogyan tovább, nevelési központ lesz a helyszín, mennyiben tudunk javítani a körülményeken, milyen elgondolásokkal induljunk neki a szervezésnek. Én nem tudom, nem akar beszélni, vagy nem szeretne beszélni, mert voltak azért itt kellemetlenségek. Szóval egy szóval a vásárnak vannak azért tanulsága is. Természetes, és azt mondom, hogy ha valaki nem kapja meg a beígér standját, akkor az ő számára 100%-ban sikertelen ez a vásár, nyilvánvaló. Körbenézünk, látjuk, hogy szerencsére azt mondom, hogy ezeknek a száma elenyésző, de az 5-6 eset is rendkívül figyelmeztető, és én azt mondom, hogy a mi szolgáltatásaink színvonalára nagyon rossz fényt vett.
egyrészt ezek a mi szervezési hiányosságainkból következtek. Ezt egyértelműen el kell ismernem, és megvannak a... Én azt látom a veszteség források és azok a pontok, ahol a jövőben mindenképpen változtatni kell. Másik dolog azért, az, akárhogy nézzük értelemszerű, mert először került itt egy ilyen volumenű nagy rendezvényre sor. Itt a terület kijelöléstől kezdve más ilyen vizes dolgok, most ezt se nevezzük nevén, sok minden új működését be kellett járatni. Nemzetközi gyakorlat az, hogy meg kell rendezni egy ilyen rendezvényt, mondjuk egy kereskedelmi kiállítást, majd másodszor, és a harmadik után akkor el kell dönteni, hogy kell-e, és ott kell-e ez a rendezvény. Hát menet közben tanulunk. Visegrád úr, amikor én meghívtam erre a beszélgetésre nem sokkal ezelőtt, amikor bekopogtattam, éppen a Hung Expo vezetőivel tárgyalt. Miről? Hung Expo rendkívül dinamikus tervekkel kíván Magyarországon terjeszkedni, nemzetközi porondon jóval nagyobb aktivitással kíván közreműködni, és fölvetődött az, hogy egy ilyen dinamikus regionális képviseleti irodát nyit Baranyában. Valószínűleg a mi Pécsi Ipari Vásár Kft-nk kész arra, hogy ezt a képviseletet ellátja, és ezzel részben a mi számunkra azt mondom, hogy rendkívül fejlett színvonalú, európai színvonalú technológia birtokába jutunk, másrészt pedig a hatáskörünk és a lehetőségeink nemzetközi porondon is jóval nagyobbak lesznek, mint jelenleg. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nem tudom, hogy honnan raboltam, mert mindig valóan elrabolom. Most hova siet? Jugoszlávokkal kapcsolatos dolgaim vannak, de végezetül azért, ha már megkaptam a mikrofont, nagyon köszönöm környékünknek, a kertváros lakóinak, hogy türelmesen, rugalmasabban, kevésbé rugalmasabban kitartottak és elviseltek minket. Köszönöm szépen. Én pedig önnek köszönöm a beszélgetést, kedves nézőink, itt a Lássan ezt, mert önök nagyon jól tudják, vannak nagyok, kicsik, még kisebbek, és élénk a kiskereskedelem is. Hogy ne vettük volna észre például azt a pici kis kitelepülést, ami az Agrokás tandján volt a hét néhány napján. Felhívtuk rá a figyelmet önöknek, most látni fogják. Érdemes odafigyelni, és még ma, holnap kijönni, megtekinteni, esetleg vásárolni belőle, tessék. A teljes modell volt, persze nem tudott kiköltözni ide a Pécsi Ipari Vásárra, az Agroker standjára. Igen, hát nem tudott kiköltözni. Az alapgondolat az volt tulajdonképpen, hogy a gyerekeknek, a leendő modellezőknek egy kis kedvet csináljunk, és a titkos elképzelésünk az volt, hogy a gyerek jön, meglátja ezt, apukát is magával csalja, körülnéz az Agroker strandon is, dupla haszon, és a modellezésnek, mint minden fórumon, nagyon szeretnénk a jövőben is, most is a nagy plénum előtt reklámot csinálni, bemutatni, hogy minél többen jöjjenek modellezni, megtalálnak bennünket a jégpályával szemben a modellezőklubban, és nagyon szeretnénk, hogyha tényleg a fiatalság, az utánpótlás belekapna ebbe a nehéz gazdasági helyzetbe is, ebbe a hasznos időtöltésbe. Itt is egy gyönyörű kis játék, és mégis sport nevel. Igen, ez így van. A kicsiknek játék, a felnőtteknek már, akik magasabb szinten csinálják, az már komoly munka, bár ehhez a komoly munkához nyilván gyerekkorba kell elkezdeni, hogy oda jusson, ahol a modellező klubnak az élversenyzői jelen pillanatban úgy a sportnak, mint a városnak is még most is rangos eredményeket tudnak hozni. Végre elérkeztünk a rejtvény sorsolás idejéhez. Újból elmondom a kérdéseket és vele együtt a helyes megfejtéseket is. Az első kérdés, hogy mi a neve a jövő század tetőjének? A helyes válasz ennyi volt, hogy Tegola. A másodikra, hogy melyik ország burkolóanyagai vezetik a slágerlistát? Ez Olaszország. És a harmadik, hogy melyik kéziszerszámgépcsalád világszínvonalú emblémáját látták a képernyőn? Ez pedig a Metabo. Na most a helyes megfejtők újból itt az aranyszínű dobozban sorakoznak. Közülük fogom kihúzni az első hármat. Mit nyert az első? Az elsőt azonnal mondom, tehát Csontos József a Percel utcából 5 négyzetméterig 50%-os kedvezményt kaphat a padlóburkolókból. A Légszesz gyár utca 5-ben lehet jelentkezni. Itt található a Schlager cég centra betéti társaság, és Elekes Péternét keresse. De választat, hogyha erre nincsen szüksége, akkor a budapesti címen a Hunor utca 13-ban átvehet két darab ipari fúrószárat.
amely használható különböző fúrógépekhez. A második helyezett, aki három darab 180 mm átmérőjű fémvágó tárcsát kap, ez szintén használható minden géphez. Kunst Csilla a Dr. Sándor utca 51 perából. És végül a harmadik helyezett, aki egy darab teflon bevonatú 5 méteres acélmérőszalagot kap. Valamilyen Péter. Ács Péter az Építők utca 2-ből. Kedves nézőink, tehát ezek voltak a helyes válaszok. A rejtvény után búcsúzunk a Pécsi Ipari Vásártól, műsődünk hamarosan lejár. Örülünk, hogyha jól érezték magat a velünk töltött órák alatt. Mi azzal búcsúzunk, ami nekünk a legjobban tetszett. De mielőtt ezt önök is látják, felhívom figyelmüket arra, hogy a Városi Televízió vasárnap reggel 6 óra 30 perckor kezdi másfél órás magazinját az MTV 1-es programján. Kérem, akkor is tartsanak velünk. Tehát, ami a legjobban tetszett. To the edge. To the edge.